Közös gyökereink és a megváltás fénye címmel szerveztek vallási dialógust a Nyírszőlősi Református Gyülekezeti Házban vasárnap délután. A rendezvényen Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében a párbeszéd fontosságát emelte ki. Beszélgetve ismerjük meg egymást, ez közös és örök emberi tapasztalatunk, hogyha szóba állunk fele barátunkkal, nem félünk tőle, megszólítjuk, bizalommal fordulunk hozzá, akkor ismerjük meg, és azok a félelmeink, akár amik a nem tudásból fakadnak, azok eloszlanak. Minél többet tudunk egymásról, minél inkább párbeszéd képesek vagyunk egymással, annál inkább eloszlanak a félelmeink és a fenntartásaink, esetleges előítéleteink. A zsidó-keresztjén párbeszédről valójában csak a II. Világháború után lehet beszélni, hangzott el a találkozón. A holokauszt után a protestáns felekezetek emelték először intézményi szintre a zsidó-keresztjén párbeszédet, ami elsősorban értelmezni akarta a zsidóság 20. századi tragédiáját, és tisztázni kívánta a két vallás helyes kapcsolatát. Így indult el a vallásközi párbeszéd. Ezt mindenek előtt látnunk kell, hogy a zsidóság önértelmezésében nem szorul a kereszténységre, míg a kereszténységnek eredete maga a zsidóság. A fő szempont a párbeszéd értelmezésében, hogy mindenki megtartja, megőrzi a saját identitását, és tiszteli a másik meggyőződését, és megpróbál Isten és ember előtt helyes módon élni ennek fényében. A vallási dialóguson keresztül sokszor saját kérdéseinkre keressük a választ. A felekezeteknek azonban fontos, hogy egymással békében éljenek és tiszteljék egymást, tette hozzá Kósa László. Megtelt a gyülekezeti ház vasárnap délután, az érdeklődők száma is jelezte, hogy fontos a vallás kérdéseiről beszélni. Ezzel kezdte köszöntőjét Feldmájer Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének képviseletében. Mit is céloznak ezek a mozgalmak? Azt célozzák, hogy a közös örökségünkben, amely a Bibliában, az írásban testesül meg, azt keressék, ami összeköt bennünket, ami közös. Az összehasonlító vallástörténészeknek az a dolguk, hogy kikeressék, ami megkülönbözteti egymástól a vallásokat. Hol milyen nüanszok vannak. De éppen e héten olvastuk a heti szakaszban, a zsinagógáinkban, a Tórából, Kedosim heti szakaszát, talán majd beszélnek róla a kerekasztal részvevői, amelyben a törvények vannak, a legfontosabb törvények. Sokféle törvény van, tudják, a vallásra vonatkozó törvények, ez minden vallásban más. Olyan törvények, amely valamiféle spirituális dolgot fogalmaznak meg. Ezek is távol állnak tőlünk, de azok a törvények, amelyek az emberekre vonatkoznak, akár pozitív, akár negatív, vagyis hogy tiltás értelmében, azok bizony közösek. A rendezvényen Róna Tamás, az Alföldi Régió vezető rabbija és Gál Sándor református esperes lelkész folytatta a kerekasztal beszélgetést.